Jó reggelre! Szia, Benny! Ja, tudod, kicsi. Köszönjük ezt a kis ajándékot. Köszönöm szépen. Ez tényleg kicsi. Tényleg kicsi. És még van még egy. Még egy ilyen ajándék. Ú, na ez komoly, ez jó. Köszönöm szépen. Ez komoly. Aha. Majd megmutatjuk, hogy mi ez pontosan. Jó. Most pedig menjünk fel a stúdióba. Ez egy nagyon jó beszélgetés. Van lift? Van. Ja, jó. Hát, hogy most ez az én életemben jelenleg még ezek a pénzmennyiségek felfoghatatlanak egyébként. Hogy... Hát, ma még nem tudod felfogni, nem is fogod tudni megkeresni. Hány évesen kerested az első milliódat? 16. 16. 16 nem hivatalos, 15 nem hivatalosan, és 17 évesen pedig meg volt az első profi szerződésem. És egyébként, hogyha mondjuk egy rajongó szeretne veled beszélni, nem? Kicsoda? Egy rajongó, de aki... Szerinted van rajongó? Hát, de tényleg, de, most de nem volt olyan, hogy téged... Egyszer hirdessél meg. Szerintem van, aki szeretné. A negatív kommentelők, ugye sokan van, sok negatív kommentelő volt. Volt olyan, aki a való életben is oda mert hozzád menni, és a szemedbe mondani, hogy figyelj, Krisztián, rohadtul nem értek egyet azzal, amit csinálsz. Ugye hát volt neked büntetőfékezés volt neked. Tehát már majdnem minden. Hát volt a politikus pályán voltál most, tehát a történelmi lájvadás. Szerintem annyi hírt nem generált senki ebben a kis időszakban, mint most te. Személyesen nem volt, és szerintem pontosan ez a lényege az online térnek, hogy van 300 hülye, aki mondjuk kommentel mindenféle fék oldalról, vagy fék bejelentkezésről, és közben az emberek pedig személyesen, én azt tapasztalom, mindenhol kedvelnek és szeretnek. Tehát bárhova mentem eddig, jó, egyszer volt egy rövid összetűzésem, ilyen hasonló srácok, mint ti. Csak nem voltak ennyire jó képűek, nem? Fizimiskára hasonlóan. Mentem moziba, fölfelé, ők jöttek lefelé, és akkor elkezdtek nekem beszólni. És ott volt egyszer, hogy utána mentem, és így megfogtam, és megkérdeztem, hogy ez mire volt jó. Aztán annyira megijedtek, hogy még az anyukájukat is nekem kellett megvigasztalni. Felkerestek a szülők? Nem, nem. Nem mondta, hogy jaj, ne bár, anyukám szerelmes beléd, akkor hozd ide. Legalább jó dolgod volt. Ez még a Pamela után volt legalább, hogy akkor ki is tudtad élvezni? Ezek már összemosódnak nekem azok. Igen, teljesen. Egyébként igen, én azt gondolom, hogy én ahonnan jöttem, és amilyen élethelyzeteket hoztam magammal, nekem igenis el kell tudnom engedni mindent az életembe, és egyébként el is tudom. Hát azért azt a nézők, sokan már tudja, hogy te neked, hát az édesanyukád alkoholista volt, és te 9 éves korodban elváltak a szülei, 12 éves korodtól már nem is éltél otthon. Igen, tehát ez azért olyan muníció szerintem, amivel jön az ember, amivel azért lehet építeni karriert. Tehát hogy az igazi nagy sztorik ebből vannak. Tehát a jó könyvek... Nek ez az alapja. Szoktam mondani, hogy a rózsadombról még nem jött ki tehetség. Ezt, hogy én hogyan értem. Tehát azok a fiatal srácok, akik minden körülményt megkapnak otthon, és jó körülmények között élhetnek, azokban nem lesz az az éjség, mint mondjuk bennünk volt. Vagy olyan fiatalokban, akik mondjuk nehéz sorsból... Hát a létvágy, nem? Éhesnek lenni az mindenre. Az abszolút, hogy mindig maradj éhes, és ez olyannyira igaz, hogy... Én ugye, amikor pénzről beszélünk, ti pénzről beszéltek, én sikerről. Tehát én most eljövök ide, akkor nekem az a legfontosabb ebben a műsorban veletek, hogy ebben a legnézettebb, a legsikeresebb legyen. Nem is a legnézettebb lesz, mert mondjuk mondok nektek, nálam jobbat egy pornós lehet, hogy tud hozni nézettségben. De csak egy pornós, senki más. Viszont... Vagy a Mike Tyson, nem? Hát ő nem. Tyson nem. Szóval nálam jobbat maximum egy beszélgetés során egy pornóshoz számokban, viszont a belső tartalmat szeretném nektek úgy oda tenni, hogy ténylegesen ti megismeresitek azt, aki mondjuk én vagyok, és általatok a nézni. Igen, mert az édes életben azért téged egy ilyen bicskanyitogató karakterként ismertek meg. De szerintem ez neked célod is volt. Mi, amikor a TV2 akadémián tanultunk, akkor mindig azt mondták, hogy nem, a Krisztián teljesen más. Ne higgy a tévének, a Krisztián teljesen más, nagyon tudatos, és nagyon jól csinálja azt, amit csinál. És ott azt is mondták nekünk, ugyebár, hogy te voltál az egyik legjobb műsorvezetők, erre majd visszatérek, de hogy az édes életbeli karakter, amit te ott alakítottál,
az mennyire, tehát mekkora eltérés volt az igazi között? Mennyire kellett rájátszani igazából mondjuk ezt? Minimális az eltérés, és fogjátok érteni, tehát hogyha mondjuk az akkori párommal vitatkoztam, akkor én teljesen másképp vitatkozom. Tehát én azt el szoktam mondani otthon, hogy oké, kicsikém, vagy úgy lesz, ahogy én akarom, vagy nem lesz sehogy. És ez azért fontos tartani, mert egyébként a nők nagyon sokszor bekebeleznek, szoktam mondani, majd te is fogod tapasztalni, hogy bekebelezik a lelkedet, majd félredobják a testedet. Mert a nők meg akarnak változtatni minket, ők azt gondolják, meg kell, hogy változtassanak, és ha ezt egy férfi megengedi, akkor a vége a kapcsolatának. Úgyhogy én ezt nem szoktam megengedni. Mi az a határ? Mi az a határ? Mondj egy példát. Nincsenek elvárásaim, ezáltal nem érhet csalódás, de az biztos, hogy nekem a Mayer nagypapámnak a mintája az egy abszolút minta volt. Ott a nő és a férfi szerepek le voltak fektetve, és emlékszem, rengeteg unokája volt, ugye én voltam az egyik, és bármi probléma volt otthon, hogy a nagypapa Colos volt a beceneve egyébként. Magas volt, mint te mi. Hozzendrógis, persze, mm-hmm. Politikai ember volt egyébként. Ő amikor kijött a konyhába, akkor annyit mondott, hogy anyjuk elég. És ott a nagymamám rendbe rakott mindent és mindenkit. Tehát neki meg se kellett szólalnia. Picit azt hiányolom, hogy Magyarországon a nők nagyon sok esetben szeretnének férfiak lenni, vagy hasonlóan férjükkel egy szinten lenni, de azt mi odaadjuk. Azért nem kell versenyezni, nem kell beszólni nekünk, nem kell velünk levitetni a szemetest, csak szeretni kell. És akkor az sem történt meg, hogy mikor mondjuk a Pamelával összevesztetek, mikor megszületett a lányod, Nati, akkor te elköltöztél otthonról, a saját otthonodból, a saját házadból. Tehát ilyen nem volt akkor? Az soha? Hoznék egy sokkal életszerűbb példát. Bent voltam a kórházban. Ott voltam a szülésnél. Láthatók a felvételek. Tehát a mostani szülést, hogy eladtam, ahhoz képest az édesületben lement. Berki Natas a zsejke valódi megszületése. Akkor még ezzel nyilván nem volt baj. Valószínű, azért nem volt baj, mert nem gondolták, hogy akkor van portfólió, vagy nem tudom, gazdaság.hu, akik kiszámolják, hogy ebből a Berki 50 vagy 300 milliót, vagy esetleg egy év után másfél milliárdot keresett, hanem ott nem annyit keresett. Szerinted ebben meg lesz a másfél milliárd? Fogalmam sincs. Én igazából bízom a nézőimben. Ezzel ide te voltál. Bízom a nézőimben, ha legyen az haragos, vagy nem. Szóval, hogy én már csináltam ilyet 8 évvel ezelőtt. Nati életében, és most akkor elkezdenek támadni az emberek, nem is értem. Én se értem, tehát, hogy itt azért vegyük azt figyelembe, tudom, hogy te ezzel nem értesz egyet, és tudom, hogy te egy kicsit máshogy gondolod, mint én, de hogy én úgy gondolom, hogy basszus, ez egy olyan zicser, amit ki kell használnod. Tehát, hogy ott semmi olyan nem lett megmutatva, ami bántó lehetne. Bocsánat, itt ez a műsor, a spektrum, már ne haragudj, hogy mondjam végig, a spektrumon ez lemehetne. Bármikor. És nem lenne baj vele. Én azért működök más rezgésen, mert nem fejeztem, ugye a pénzről beszéltünk, hogy tényleg a sikeresség a fontos. Nekem abban az életkoromban, 12 évesen, nekem az volt a siker, hogy túléltem egy napot. El tudtam menni edzésre, bementem a suliba, és az volt a siker. És hogyha te eredményhez kötöd a sikert, és sikeres leszel, akkor azzal egyenes arányban jön utána a pénz. És ennyi. Mennyire volt nehéz, mondjuk, mikor felköltöztél Budapestre a Fradihoz? Azt sem tudtam, milyen rendezvényen vagyok. Tehát amikor gondolj bele, hogy a keleti pályaudvart nem tud megkülönbözteni a déli pályaudvartól, vagy hogy mész fel a vonatra, hogy ülsz fel. Hol laktál? Állandóan. Kollégiumban laktam. Aztán teljesen a kollégium bezár pénteken, és csak vasárnap nyit ki. És hogyha te ifibe ott maradsz mérkőzésen, akkor ha nem mész haza, akkor két napot kénytelen vagy kint lenni az utcán. Persze, hogyha nem kész segítséget. De te nem kértél. Pedig nem kér segítséget. És te kint aludtál az utcán két napot? Ilyenkor két napot kint aludtam, és nem szóltam senkinek, viszont vagy az edzőim, vagy a nevelőim valahonnan megtudták, és egy másfél hónap múlva. És ezt megköszönted, megháláltad nekik? Szerintem nem tartozunk hálával senkinek. Nem? Nem. Az édesanyánknak legyünk hálásak, hogy itt lehetünk, tiszteljük a másikat, és magunk felé legyünk hálásak, amit mondjuk megcsinálunk, hiszen neki is hálásnak kell lenni felénk. Nekem akkor az volt a dolgom, hogy tanuljak, edzek, és készüljek fel arra, hogy egyszer profi labdarúgó legyen. Igen, de te neked az anyukáddal a kapcsolatod egyáltalán nem volt jó, ahogy tudom. És neki mégis azért miért vagy hálás neki? Amikor úgy gondoltam fiatalként, hogy egy édesanyja nem választhatja a gyermekével szemben az alkoholt, soha, nincs ilyen opció,
akkor felszínes voltam, egy teljesen más, picit talán sértett is. Picit talán úgy érezhettem, hogy engem eldobtak, hiszen arról az oldalról lehet úgy érezni. Aztán mivel édesanyám, mert sosem tudtam beszélgetni őszintén, ezért az ő valós akkori lelki problémáját, ami ehhez vezetett, azt nem tudtam vele megbeszélni. Ma már viszont tudok vele úgy beszélgetni, és látom a jelekből, hogy ennek nyomós és nagyon nyomatékos oka volt, hogy ő valamiért az alkoholt választotta akkor. Kiútnak, nem tudom. Hiszen ma látom, hogy amikor velünk van, akkor soha semmilyen ilyen probléma nem történik. És tényleg azt mondom, hogy nem lesz egy ember alkoholista attól, mert szereti az italt. Egy ember akkor lesz alkoholista, ha túl nagy nyomás van rajta, túl sok a stressz, vagy egy olyan... Gyengeség, nem? Vagy egy olyan kár érte, amiből úgy gondolja, nincs kiút. Az alkohollal szemben egyszer azt mondtad, hogy senki nem tudott még nyerni. Épp ezért nem itt el 30 éves korodik egy kortyot sem, mert te nem akarsz egy vesztes csatába belefutni. Igen, ez nagyon fontos, hogy mind az alkoholnál, mind mondjuk a drogoknál, vagy a szteroidoknál nem tudsz ellenük nyerni. Tehát vagy használod okosan őket, vagy nem használod. Azt gondolom, amikor vannak nem legális dolgok, azokat egyáltalán nem szabad használni, azokat ki kell zárni az életedből, mert ott bajba is kerülhetsz. És ezért is furcsa számomra, és egyébként egy picit... Neked voltak ilyen bajok az életedben? Nem, nekem sose volt. Nem? Nekem soha. Te hát nem vagy egy függő, egy addiktív típus. Meg hogy sosem adnám én másnak a kezébe magam. Tehát én, aki az utcáról jövök, én mondjuk sosem innék veled egy italt, mert nem ismerjük egymást. A feleségemmel igen, lehet, hogy megiszok egy gin tonicot, de nem vágyom az alkoholra, hiszen én ha nem érzem így jól magam ebben a formában, akkor tudatmódosítóval nem szeretnék. Azon biztos, hogy a szteroidok 2018-ig azt hiszem legálisak voltak. Azok. Ha nem addig, akkor erről fajtad abba. Igen. Én 2018-ban fajtam. Akkor ugye Mazsival nekiálltunk gyermeket csinálni, előtte pedig én versenyeztem. És azért azzal legyen mindenki tisztában, hogy a sportolók nem doppingolnak, amikor a verseny van. De előtte és utána azért fontosak azok a táplálék kiegészítők, hogy finoman fogalmazzak, hát, és azok a teljesítményfokozók. De azokat meg úgymond legalizálják, vagy van olyan legális? Van, amikor legális, és van, amikor nem. Erre nagyon oda kell figyelni. Ma például, amikor 40 éves vagy, akkor orvosilag is felírhatóak ezek a szerek, hiszen szteroid az is, amikor elmész a fogorvoshoz, és igen, ő mondjuk beolt téged. Na szóval, amikor szteroidoztam, akkor az az egy volt nekem az, aminél azt éreztem, hogy ú, de jó. Izmosabb lettem, erősebb lettem, nem tudom, motivációm, az akaraterőm is más volt, és megtanultam fájdalomig edzeni. Ma már a Natika is azt mondja, hogy apának a fájdalom a barátja. És ezt meg kell tanulni. De mindenhol elaludni. Mindenhol enni. Bármit megenni. Kényszeres evő vagy? Hát te több videó van fent, a Hajdú Péter adásában is, ott végig eszed az első 20 percet. A programigazgató az első brékben mondja, hogy 26 percig ettetek a Péter. 26 perc. Nagyon durva. A Friderikusznál is sokat ettél. És itt nálunk most itt, nem tudom, hogy mennyire látszik, de hogy ki van eléd rakva egy szaloncukor. Igazából én egy 100%-os pali vagyok, és mivel ugye az elmúlt 3 hétben azért 8 kiló lecsúszott rólam itt a betegség által, én amikor diétázom és edzek, akkor nagyon tisztán eszem. Viszont szerdán és vasárnap általában én szoktam bűnözni, mert fontos. De mivel még nem kezdtem el az edzéseket. Meg most jönnek az ünnepek. Most jönnek az ünnepek, ezért most igazából bármit, bármikor megeszek, és meg lehet, hogy a zsebembe is teszem. Szerintem ez két ünnep között fog kimenni ez az adás. Mi a kedvenc karácsonyi menü? Ma karácsonnyal vannak kis problémák. Na, halljuk. Hát a probléma az, hogy nem mindig tudtam jól megélni jó környezetben, jó családi háttérrel, ezért az igazán jó családi karácsonyok, nem tudom, láttam jó családi karácsonyokat, láttam férj, feleséget, gyermekek felkészültek, verset mondtak, vagy de mivel én egy kicsit kozmócsávó vagyok, tehát most pont tavaly Maldív-szigeteken töltöttük a karácsonyt. Az igen. De előtte Amerikába töltöttük Mikor a karácsonyt. Mikor volt az első igazi jó karácsonyod, ami neked jó volt? Nekem a jó karácsony, vagy a jó születésnap, mert én nem vágyom ajándékra, az, amikor együtt vagyok a családommal. Semmi több nem kell. Nekem semmi. De neked úgy tudom, hogy amúgy ilyen téren van egy másik ilyen dolgod, a szendvics.
egyszer elsírtad magadat, mikor láttad, igen, hogy egy gyerek kibontott egy szendvicset. Mi a köze Berki Krisztiánnak a szendvicsekhez? Nagyon, nagyon furcsa ma azt látni, hogy mondjuk fiatalok bemennek a büfébe és vesznek egy szendvicset. Ezt én is megtehettem. Ki tudtam gazdálkodni, elkezdtem seftelgetni, tehát ez megoldható. De amikor emlékszem Kovács Hedvig osztálytársnőmre azt a kolbászos szendvicsét az édesanyja készítette, az egy másik szendvics. És nagyon érdekes, hogy ma már az anyai szendvicseknek nincs olyan értékük. Pedig számomra továbbra is azoknak a parizeres szendvicseknek van érték, amit mondjuk én csinálok magamnak, vagy a lányomnak. Sokat szoktál Natinak készíteni? Azt mondják a csajok otthon, hogy apa annyira jó ízűen eszik, hogy mindenki megkívánja, mit én eszik. Ez tényleg így van? Igen, én a Tatabányán a kenyérgyár és a tejgyár az egyben van, vagyis egy közös boltjuk van. Én onnan még a BMX-el ott lopkodtam a zsemléket, meg a kakaókat, úgyhogy én... Volt, hogy rajta kaptak? Én nem. Vagy szerintem igen, de nem szóltak. Én ma már 1 kiló kenyeret simán meg tudok enni, egy nagy májkrémmel. Tehát akkor nagy... neked a diéta időszaka az a káosz, nem? Tehát, hogy akkor fú, véged. Nem. Nem? Akkor feladat van. Ha van feladat és jó feladat, azt szívesen megcsinálom. Meg hát azért neked ez cél, meg azért eléggé tudsz azonosulni. Ez a karaktered lényege. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy a külső az nagyon nagy mértékben befolyásolja a megítélést. És az általános higiénián túl, ha valaki igényes a testére, nem úgy, mint a Kristóf. akkor az fontos, hogy... Ezt megkaptad. Hogy én nem azt mondom, hogy valaki izmos legyen, vagy nagy, vagy erős, hanem, hogy egy normális fazonban igenis éljele az életét, mert az sokkal nagyobb eredmény, mint ha valaki 20-30 kilókat ingázik, meg fogyókúrázik. Hát meg az önbizalom is nagyobb, nem? Téged zavar amúgy, hogy valaki el van hízva? Nem az zavar, hogy elhízott, hanem hogy miért. Vajon miért engedte el? Uh-huh. Tehát, hogy miért nincs az meg, hogy ez nagyon fontos. Tehát ez a testünk a templomunk, ez a várunk, ez a mi belső védelmezőnk, az elménk és ami belül van. És amit bedobálsz a szádon keresztül, az belül a templomod felhasználja, így van. Feldolgozza, nem dolgozza, történik ott bent valami. Tehát, hogy ténylegesen, amikor 60 éves emberek dobálgatják itt el magukat, és mennek a koporsóban, mi mindjárt ott végezzük, csak nem mindegy, mikor, akkor nekem furcsa azt látni, hogy egy kisgyerek apukája nagyon kövéren kíséri a iskolába a gyermekét, majd csodálkozik, hogy ez a gyermek 8-9 évesen azt mondja, apa csak az ebráig kíséri el, mert cikinek érzi a faterját. Nem gondolnám. Valaki a faterját cikinek érezni. Van egy bizonyos kor, és van egy bizonyos életszakasz. De ez csak egy időszakos dolog, nem? De ez az időszak ott van a családban. Uh-huh. Gondolj, mikor nekem van én ismerősöm, hát hogy... Ne haragudj, én szembe köpném magamat a tükörbe, hogyha én ilyet csinálnék. Tehát, hogy... Kövérek a szüleid? Nem. Nem is gondolsz bele ilyenbe. De én alapból ez, tehát, hogy bármi lenne, én nem szégyelném, hát basszus, én imádom őket, nagyon szeretem. De ő sem szégyeli a szüleit, hanem kapott egy olyan támadást valamelyik hülye osztálytársától, aki bántotta az apukáját. És ő ezt nem tudta megvédeni, nem tudta feldolgozni, ezért ő úgy tudja kezelni, hogy apukáját nem hozza közel a társasághoz. Ez sosem belülről kapod ezt a támadást. Én egyébként örülök is, hogy eljöttél, mert pont amikor ugye beszéltünk arról, hogy ki legyen a következő vendégünk, én ugye eljöttél. Kik voltak a kosárban? Na, kik voltak? Senki. Nem akartam unalmas Friderikus podcastet készíteni, én csak téged akartalak. Igen, de tényleg csak téged akartalak. Ugye, amikor eldölt, hogy te eljössz hozzánk, akkor én nagyon örültem neki, mert ugye azért rád kell nézni. De ki mondta, hogy eljövök? Nem, hát már le volt beszélve. Ez már le volt zsírozva. Hát én hívtalak fel telefonon. De szerinted ez biztosra vehető volt? Biztosra. Hát én azt mondom a Rolandnak. Megmondom őszintén, én addig, amíg nem értél ide a taxival, én addig nem hittem el, hogy veled készítünk. Tehát akkor te ugyanabban a táborban tartozol, mint bárki más. Tehát nem mondd azt. De miért? Hát de várjál, miért? Vagy szavai hihető ember egyébként? Te nem nagyon örültél,
hanem te remektél, hogy vagy, csak érjen ide. Igen, de hogy én azért is remektem, hogy utána, miután esetleg vég az adásnak, vagy adás közben tanácsokat kérhessek tőled, hogy hogyan nézhetnék ki olyan jól, mint te. Hogy hogyan érhetem el ezt a testet. Újra kéne születned. Tudod, amikor a csiga megkérdezi, hogy olyan jó ezen, de hogy lenne az autópálya másik oldalára átmenni? Oda újra kell születni. Ez egy másik szint, Kristó. Hát majd, hát ha van valami tanács. De akkor, ha itt a Fradira rátérünk, azért te lettél Európa legfiatalabb vezérigazgatója. Ez azért durva. Te hogy kerültél pontosan te hogy kerülhettél olyan nagy magas pozícióba? Ki más lett volna erre alkalmas? Na ez édes életes volt, ez jó volt. Dámosi Zsolt volt a Fradi elnöke, és én akkor Rib Györgyel dolgoztam, akkor már bajtam a labdarúgást. Igen, sérülés miatt. Nem sérülés. De akkor ez nem, rossz információ. Ez rossz információ. Én ott álltam, 11 darab, 8 vagy 11 darab NB1-es meccsem volt, Miskolcon, Diósgyőrben, Fradi tábor után szerintem a legnagyobb tábor, és meg kell mondani, hogy egyszerűen nekem az NB1-es lét nem adott olyat. Uh-huh. De mi lett volna neked volna az a szint? Valószínűleg rosszul fogalmaztam meg, uh-huh, amit akartam. Én azt mondtam, hogy NB1-es játékos akarok lenni. Magyarul elértem az NB1-es szintet, addig mindent megtettem, és ahogy elértem, ott álltam, és ez nem ad nekem akkor. Én Diszli Péter és Zsiborás Gábor inspirációja alapján régi kapusok, szakállasok voltak, szép mezben, repkedtek Tatán az edzőtáborról, lettem kapus. Majd tényleg ott volt, és akkor a Salec volt a sportigazgatónk, csak felmentem a Saleczhoz, mondom, Salec, én abba hagyom. Breki volt a becsen, Breki, ne hülyeskedj, mert most kezdtél játszani, hát ezért mondom, én abba hagyom. És kockáztattam a Lutrira, a semmire, abba hagytam, és akkor Rib-gyögyel kezdtem el dolgozni járműiparban. Dámosi Zsolt volt a vezére akkor a klubnak, elnöke, uh-huh, és megkérte a Gyurit, hogy engem engedjen el, ingyen, mint ti, ahogy szoktatok gyakornokként dolgozni. csak amikor ingyen dolgozol, tehát én nem abba akarom kihozni. Ez egy alázatos dolog volt. Ez konkrétan így van. Tehát, hogy én kaptam fizetést akkor a járműiparból, de elmentem a Fradihoz klubigazgató mellé dolgozni, mert akkor sportmenedzserit végeztem a TFM. Bukfenc Egyetemnek hívtam. Én Bukfenc Egyetemnek hívom, igen. Hogy senki ne gondoljon nagyobb diplomát, mint ami egyébként, mert sportban azt nem kiváló. És akkor a klubigazgatói posztban az volt a feladatom, hogy világítsam át a szakosztályokat, 11 szakosztályot akkor a Ferencvárosnak, és viszonylag jól sikerült nyersen, őszintén, tét nélkül, 20 évesen, és annyira jól sikerült, akkor mondták, hogy lehet klubigazgató. Klubigazgató után lettem ZRT. De ott azért nagy teher volt, mert azért elég minuszos volt akkor a Fradi. Én 24-5 évesen a ZRT vezérigazgatói posztjával aláírtam 2,3 milliárd forint tartozást. És azért te feleltél elsősorban? Elsősorban én. Hát innen ismert meg az ország. Tehát valamilyen köze azért van az édes életnek meg ennek a Fradi vezérigazgatóságának, nem? De hogy kerültél oda be? Tehát, hogy ott lettél igazán nagyon híres az édes életben, de hát azért már lehetett rólad így úgymond. Igen, hát ugye én akkor viszonylag sokat csajoztam. Ugye a menedzser... Akkor? A menedzser élet az azt hozza, hogy egész nap benn vagy az irodában, küzdesz, malac a jégen, válságmenedzser vagy, próbálod rendbehozni a dolgokat közösen a csapatoddal. Aztán akkor volt, akkor Playboy volt, CK, meg FM. És akkor nagyon sokszor elmondtam, de én ezeket a címlaplányokat gyűjtöttem. Most tudtam a nevét. Neked ez volt az alkohol, nem? Tudtam, ez volt a júnió. Igen. Nekem ez volt a drog, ez volt minden. Igen. Így vezetted. És tényleg azt gondolom, hogy én, aki eljártam az éjszakába, én csak azért jártam, hogy lássam, ki az a 300 ember, akivel nem akarok együtt dolgozni. Mert aki ott van, az éjszakában hasonlóan, mint én. De nem csak érinti a falat és hazamegy, hanem kicsit ott lerészegedik, másnap használhatatlan. Úgyhogy én... De már sok kollégáddal, vagy mondjuk focistával összefutottam. Így van, nagyon profin és nagyon tisztán én ott voltam, mindenki illedemesen köszöntem, aztán tudtam, hogy melyik játékos nem fog hozzám sose aláírni. És akkor ott bekerültél, de akkor hogyan is kerültél be? Ott voltam klubigazgató, ZRT elnök vezérigazgató. Aztán csináltam, és akkor amikor kiderült, hogy nem fog tudni stadiont építeni,
akkor onnantól kezdve ez sem érdekelt már. Tehát ebben is elértem azt a szintet, hogy Ferencváros labdarúgó ZRT elnök vezérigazgatója lehetek, tulajdonosa lehetek, ha akkor 31-esen megvettem a csapatot, akkor lettem legfiatalabb tulajdonosa. És akkor azt mondom, hogy hát ez nem tudok stadiont építeni, akkor engem nem érdekel, hiszen egy Fradi ügyvezetője az tudok lenni bármikor, azt gondoltam. Persze, ugye az szerintem a fociban a legnagyobb dolog. Ezért sem fogok vállalni fociban a későbbiekben szerepet. Tehát a Fradi után maximum a válogatott körül lehetne valamit csinálni, ami mondjuk egy picivel magasabb szint, de az meg azt gondolom, az inkább érzelmi töltöttség, nem feltétlenül szakmai. Fradi után nekem nincs helyem más magyar klubban. Tanácsadóként, tulajdonosként lehet, de az, hogy vezetőként és szakmájánként biztos. De jött a TV2. Hát igen. Picit nyaraltam, aztán jött a TV2. Hogy kerestek fel? Bagi Márti volt, aki felhívott. Nagyon cuki, nagyon csinos nő egyébként. Még most is? Még most is. És... pedig már bő 10 éve lassan. Igen, és akkor sem volt annyira fiatal, mint mi, de ha meg ne sértődjön, az ország legjobb realitis producere. Paprika Latino. De akkor tudtad, hogy ő ki? Nem. Annyi volt a sztori, hogy feljött, és akkor mondja, Paprika Latinótól hív, és akkor kéne találkoznunk, és milyen zöldség, mi van? Én nem tudtam, hogy a Paprika Latino az egy műsorgyártó cég. Ráadásul az ország egy legjobb. Mit csináltál akkor pont, amikor feljött? Akkor pont a római parton homokzsákokat pakoltam, mert árvíz volt, és segítettél. Ott se gondolta a közösség. De akkor várjál, mert ott te segítettél akkor ezek szerint. Igen. És azért te sokszor mondtad, hogy nem segítesz. Nem. De, hát igen. Mondhatjuk azt, hogy segítettem önzetlenül, de a rosszakorok mondhatják, hogy igazából csak magamon segítettem, mert ott van egy pár ingatlanom. Aha. Tehát, hogy igazából csak védtem az ingatlanokat. És véletlenül lakott ott még valaki is. Na, akkor Paprika Latino, uh-huh. Ugye? Ő volt a... Igen, és akkor mondtam, hogy hát én nem találkozom vele. És már pár hónap eltelt, amikor már az ő akkori egyik céges partnere felhívott, név nélkül Ranjit, egy indiai srác, és mondja, hogy találkozzál már a Bagi Mártival. De mondom, nem akarok Ranjit. De tévé meg mi? De mondom, mit csináljak? Megyek egy tévécsatornát, hogy arcoskodó voltam. Hát ahogy kell, hát minek? Ha valamit nem akarsz, azt nem csinálod. Akkor találkoztunk, és akkor elmondta a Márti, hogy csinálnak egy realityt, nem tudtam, mit jelent, csinálnak egy show műsort, nem tudtam, mit jelent. De addig tévét sem néztél? Nem. De a lényeg az, hogy ő úgy gondolta, hogy az én karakterem Magyarországon, sőt azt mondta, a világ bármely táján, ez egy nyerő karakter. De honnan ismerte akkor te karakteredet? Látott a halatortámba, hiszen azt ő csinálta. De akkor, de akkor még te nem? De nem. Voltam már, halatortámba voltam, mert előtte szerepeltem a Frisbee-be. Ó, az a kulcs, a Hajdú Péter, de nem? De akkor a Hajdúval te előbb ismerkedtél össze, úgymond. Igen, csak ezt úgy kell elképzelnetek, hogy van egy tévécsatorna, akkor egy tévécsatornán belül vannak műsorkészítők és műsorgyártók. Igen. És azon belül pedig vannak műsorok. Persze. És hogyha valakit látnak egy műsorban, legyen az, a Frisbee, vagy látnak a halatortámban, akkor belökik, és hogyha jó a karakter, meg jól működik a többiekkel, és jól tud rögtönözni, és láthatóan nem izgul, amikor a kamera ott van, akkor lehet, hogy belőle lesz egy jó tévészereplő. De téged a Hajdú Péter be akart oltani ott, nem? Ott szét akart téged szedni. Be akart támadni, az volt a valós sztori, hogy ajánlott egy összeget, mondtam, hogy ez nagyon kevés. Mondtam, ez nagyon kevés, mert hát meg kell tankolni a Bentley-t, az arany Bentley-t meg kell tankolni. V12, tudjátok, 6000. 27 liter, amikor áll és a garázsban. És meg akkor olcsóbb is volt a benzin. Igen, szóval, és akkor mondtam, hogy hát ez nem, és akkor jó, azt mondta, viszont akkor nincs egyeztetett kérdés. Tehát nincs egyeztetett kérdés, beülsz, és kész. Mondom, persze. Hát miért? Nem, én nem is gondoltam, hogy van olyan, hogy előre egyeztetett kérdés. Igen, előinterjú, hiszen nem? Hiszen szűz voltam, 0 kilométeres. Aztán indultunk kezdet. És akkor ő ott a Fradiról akart téged faggatni. Hát én nem tudom miről. Nem szoktam megkérdezni műsorvezetőket, mit akartok kérdezni, csak kérdezzetek. Nincsenek félelmeim. Én nem hiszek azokban a közszereplőkben, akik elmennek egy műsorba, csak azt mondják, hogy eljövök hozzád, de ennyi pénzért, de erről nem kérdezhetsz. Tehát ne szerkesszük már másnak a műsorát. Szóval oda mentem, Péter végül is, hogy kezet fogtunk és váltottunk két szót. Nem állt belém. Sőt, azon az otthon egy 15 éve tartó szakmai barátságunk.
és azóta már dolgoztunk együtt nagyon sok produkcióban. Ő abszolút ért engem, és tudja azt, hogy én egy önjáró, atombiztos, jó projekt vagyok, bármilyen szinten, ami mondjuk reality vagy műsorvezetés, látja és érzi a tehetségemet, és kellően ki is használja. Hát te ott berobbantál. Te ott ténylegesen berobbantál. A köztudatban is szerintem is ott a TV2-nek a bevétele is megnövekedett. Nekem szerencsém volt, mert ez a talent megállapodások, vagy kereskedelmi megállapodások, én nagyon hiszek. Mm-hmm. Nem a fizetésért dolgozunk, hanem a kereskedelmi bevételénként, a szponzorációkért dolgozunk. Hiszen az én brandem, ha értékesíti mondjuk ezt a csatornát, ahol leszünk, és mondjuk egyel többen megnéznek, mint Alekoszt, akkor az én brandem értékesebb, vagy az én tartalom értékesebb. De akkor te már adta a brandetet, akartad építeni a... Én pontosan tudtam, és nem akarok más műsorokra hagyatkozni, de az, amikor bent vagy a tévében, bent vagy a dobozban, és Berki Krisztiánként a Berki karakterét építed, az a legerősebb brand, mert az te vagy. Tehát, hogy mondjuk nem mint a szomszédokban, hogy Áber Anita Julcsi. Értem. Azt lemész az utcán, Julcsi, de csinos vagy. 30 év múlva is. 30 év múlva is, tehát nem. És az emberek megismerették Berki Krisztiánt, a Berkit, és nem akartak vele azonosulni. De azt láthatta, és a mérések azt mutatták, hogy mindenki rólam beszélt, vagy legalábbis az a társadalmi réteg, akinek ez a tévéműsor szólt. Ez 18-49 és 18-59 év közötti szakmunkásnak szólt. Mennyire volt kitalálva a szerkesztő által? Úgy csináltuk, hogy az elején voltak sztorik, amit megírtak, hogy forgasd le, mint egy színész. Aztán, hogyha van valós életed, mint nekem, mindig is volt, akkor azt már nem kell szerkeszteni. És mennyire vált el ez a te eredeti karaktered, a valódi karaktered, és az ott eljátszott színészi karakter, mondjuk így, nem? A színészi karaktert azt tudom nektek mondani, hogy amikor teátrális vagy, mutogatsz, kiabálsz, beleállsz, úgy mutatod az arcod, azok rájátszások, de a lényegen a tartalmon nem változtat, csak a képi megjelenésén, hiszen nagyon fontos, hogy ott a kép elvigye a látványt. Ezt egyébként a Kárászorú Batiz Andrásnál voltam műsorvezetőképzésen, kommunikációs tréningem, és kellett beszélni a sztoriról, és A-ból B-ig elveszel a sztorit, és látod, úgy mutogatok, meg úgy. Igen. Lehalkítod. És az a jó műsorvezető, akit akkor is néz, amikor nem hallod a hangját. És ezt meg tudtam csinálni. Erre viszont büszke vagyok. Hát mi a TV2 Akadémiára jártunk Robival, mi ott ismerkedtünk össze, és ott azt mondták nekünk, hogy hisszük vagy nem hisszük, de te voltál a FEM 3 Café történelmének legjobb műsorvezetője, mivel minden nap lehozott valami újság, és egyszerűen úgy tudták kérdezni a hétköznapi emberek agyával, mint senki más. Téged erre felkészítettek? Tehát, hogy mondtál valamit, de hogy vagy ez ösztönösen jött? Én azt gondolom, a műsorvezető nem érezheti többnek magát egy vendégnél, eleve itt. Aztán a műsorvezető csak egy meghosszabbított karja az adott tévécsatornának, hogy műsorra tudja tűzni, és legyen valamilyen látható kép és hang. És nagyon sok műsorvezetővel picit elszalad a paci, hogy finoman fogalmazza. Nem úgy készül már fel, azt gondolja, hogy beszólhat, azt megmondhatja, azt gondolja, hogy mindenek... Hát te azért be is szóltál. Mindenek felett áll. Igen, de az én kérdéseim valósak voltak. És érdeklődőek. És érdeklődőek, és érzelmi alapon, tehát emocionálisan kérdeztem. És amikor a Miskovics Marcinak mondtad azt, hogy már amióta elkezdte a karrierjét, ugye, hogy 10 évesen elkezdte, és amennyikor a idős most, hogy már el kellett volna érni a csúcs, hogy most már rendes műsorvezetőnek kéne, hogy legyen, hogy ezt ő ezt nagyon nagy sértésnek vett, és utána vissza is reflektált, és abból egy kis úgy jött le a nézőknek, mint hogy ez egy konfliktus lenne, hogy ez valós konfliktus, hogy ez meg akartod bántani a Martit, vagy ez csak egy ilyen érdeklődő kérdés volt? Hasonlóan, mint ti, ha megkérdeztek valamiről, őszintén válaszolok. Uh-huh. A Marci minden műsorban elmondja, hogy ő Miskovics Marci, és nem ismeri senki. Hát ebből a Balázséknak is volt egy ilyen összetűzése, hogy bemutatkozott. Tehát Miskovics Marci. Tehát Miskovics Marci, én emlékszem a Viváról, vagy nem tudom, Z Plus-ról, nem tudom mi. Viva. Az közben volt a TV2-nél nálunk, és nem emlékszem rá. Tehát, hogy műsorvezető ott jelen van, akkor emlékszel rá. Uh-huh. És én csak azt akartam neki mondani ezzel, hogy én is, aki 30, 10 év, 12 év alatt mindenféle műsorban szerepeltem, hogyha én holnap megint halatortánt vagy nagy duettet forgatnék, akkor ugyanazon a szinten maradok, nem lépek. De a Berg Krisztián azt mondta a Berkinek, hogy 21-ben váltunk kicsi.
hagyjuk már ezeket a tévéket, 60-70 ezeres nézettséggel. Egyébként igen. Te jó műsorvezetőnek tartod magad? Nem vagyok műsorvezető. Nem tartod magadat annak. A Friderikusznak volt egy rettentően összevágott műsora, szerintem, és ott azt is mondja, hogy azt az Eden Hotel című műsort, azt nem kellett volna elvállalnod, és az szerinte, ha szó szerint idézek, akkor abba gyengén teljesítettél. Te igazat adsz neki, vagy nem? Azt, hogy ki hogy teljesít, azt szerintem nyugodtan a Friderikus Sándor elmondhatja, és még akár igaz is lehet. Azzal viszont azonosulni, hogy mondjuk nekem ezt nem szólt volna elvállalnom, azt hiszem nem az én feladatom. Ez olyan, mint a futball. A futballedző, mint nálunk a TV2 programigazgatója, vagy az összes programigazgató, vagy producer, kreatív producer, kiválasztották a műsorzőket az adott műsorra. Bergisztán kapott egy ajánlatot. Nem is volt olyan rossz. Sőt, Marsal Péternek hála még nagyon-nagyon jó volt. Ezért 90 napot forgattam Kosztarikán. Még jól is érezted magad. Én nagyon jól éreztem magam. Egy kiemelkedő tévéműsorban. Szoktam olyan faszos kardozós műsort még egyszer nem vállalnék el. De ott láttam meg először azt, hogy az a fajta reality, amikor egy lányproducer mondjuk 32 kamerát néz egyszerre. Vagy egy 80-90 fő stábbal külföldön forgatni. Mekkora meló, mekkora szervezettség. És mennyire jó azt 3-4 hónap múlva látni a képernyőn. És igen, Bergisztán ott tanult meg először konfolni. Szegény Német Ádám, innen is csókoltatom, kreatív producer, szerintem vért izzadt velem. Hiszen az első, adj egy ilyen kártyát, ami felkészültél belőlem. Egy ilyen kártyának a lényege, hogy amikor elolvasod, akkor ma már én ezt leteszem és elmondom. Aha. A saját szavaimmal. Akkor meg erőltettem, hogy az, ami jó van, oda van írva, annak kell. Amikor az adásban Miskovics Maci volt a vendég, akkor miért ugratottok egymást? De például egy Friderikusz, az pontosan így csinálta. Nem? És várjál, most nagyon jót mondtál. Elmentem, emlékeztek Sztárban Sztárt vezetett Friderikusz Sándor igen. Egyszer? Igen. Mindent felolvasott. Elmentem, beültem oldalra, és amikor a döntőn azt láttam, hogy a súgorról olvassa, akkor azt mondtam, hogy én nagyon nagy tisztelője vagyok Friderikusz Sándornak továbbra is. Azért, amit a show műsorokért tett, akkor 15-20 éve. De egyébként ő majdnem akkor ugyanazt csinálta, mint hát, te. De megtámadni valakit azért, amit ő csinál, profiként, az furcsa volt. Az furcsa volt. Hát, de konkrétan a 30, vagy mit tudom, 30 éve ezelőtt azt csinálta, mint te. Ő is pukasztotta az embereket. Így van. De herevasalás, az se volt igazi, de hát... Persze, a sikerért bármit is. Pont ő az az ember, a aki... A sikerért és a nézettségért szinte bármit. És a futball hozott egy jó példát. A sportolóknál ez van, hogy győzni bármi áron. Sokszor igen. Mert amikor a győzelem a legfontosabb, akkor nálunk a siker az sokszor a nézettség. És én büszke vagyok rá, hogy én szinte minden tévéműsoromban rekordot csináltam. Ahol egyedül voltam, ott mindig. Ahol csapatban ott is mindig. És most már miért nem látni téged tévéműsorban? Márciusban eldöntöttem, hogy jött ez a büntetőfékezés. Uh-huh. Ugye elkezdődött nekem egy politikai karrier a főpolgármesterséggel, főpolgármester választáson. Uh-huh. Tehát folytattad a Puzsérrel? Amikor politikai pályára lépsz, akkor nem lesz műsorvezető, honnantól kezdve. Uh-huh. Hiszen befolyásolod a nézőket. Már csak szereplő lehetsz. És ott már ez eldőlt. Aztán utána én úgy gondoltam, hogy nekem... Kimondom. Tehát, hogy nekem 3000 adás után Aszta. Nincs az a szerkesztő, játékos kísérő, programigazgató és producer, aki megmondhatja, hogy mit forgassak. Nem. Megpróbálták sokszor, de tényleg azt gondolom, hogy Hajdú Péteren kívül nem tudom egyébként, hogy van-e olyan programigazgató ma, aki, vagy vezérigazgató, aki látja azt, hogy én mennyire üzembiztos és milyen sztorikat hozok be. De hogyha mondjuk egy forgatókönyvről leírná ide azt, hogy told a Veszpádat, azt írja le. Csak a Berki nem tolná, ha lerobban, hanem felgyújtja, vagy leönt. Ugyanúgy, mint hogy jobb kezeden hordod az órát. Tehát értitek? Tehát, hogy nekem jó ez a sablon, ez a kis mankó, hogy azt mondod, hogy lerobbant a Veszpád, toljad. Aha. Nem tolom, felgyújtom, mert attól Berk is. Mondtad, hogy a büntetőfékezés, hogy abban az ügyben, azzal az ügyel kapcsolatban mi a helyzet most? Hogy áll az egész dolog? Első fokon tárgyalta a bíróság. Tudnotok kell azt, hogy ez egy nagyon nagy érzelmi vihart okozott bennem. Egyrészt azért, mert
az igazság bajnokaként és egy igaz emberként elolvasni egy olyan vádiratot, amit korábban lezárt a rendőrség és minden hivatali szerv, és azt mondta, hogy semmi nem történt. Egyébként az történt, hogy itt van a Village lakópark, itt van a busz, megelőztem viszonylag nagy sebességgel, majd itt a mazsi szólt, hogy megérkeztünk. És itt már elkezdtem fékezni, ide jöttünk. És a buszos itt megfékezett egy picit, majd felengedte a gázzal a lábát, és meg akart ijeszteni. Ő azt hitte, én tovább fogok indulni, és én büntetőfékezett, csak én ide jöttem. Aha. Balra nem tudtam fordulni, jobbra pedig víz volt. Nagyon rosszul esett, hogy ezt állították rólad? Nagyon rosszul esik az, hogy büntetőfékezés és szándékosság. Aha. Hát a szándékosság esik rosszul. De ott azt is mondják, hogy lehet, hogy börtönt fogsz kapni. Az elsőfokú ítélet azt mondja, hogy bűnös vagyok, több rendben. Ez három bűncselekmény. Egy baleseten belül, személyisérülés nélkül, ez három bűncselekmény. És a saját Bentley-m, ami nem saját, hanem leasingelt, ez nem az én nevemem volt, az, hogy ezt összetörtem, ez 1-5 évig terjedő szabadságvesztés. Mert nagy értékű rongálás. Akkor igazából mert szándékos rong. Mert azt mondták, hogy szándékosan rongáltam ezt is. Akkor igazából nem is ez miatt ítéltek el. A büntetőfékezés nem állt meg. Az nem állt meg. Mert egyértelműen kiderült, hogy a buszsofőr vezetés technikai hibát követett el, mert vészfékezés nélkül meg tudta volna állítani a buszt. De nem tette. Nagy értékű rongálás a buszban, ez egy rendbeli. Nagy értékű rongálás a bennünk, két rendbeli, meg még valami. És ebből adódott össze, hogy 7,2 év letöltendő. Kért rám az ügyész. Tehát ezt halljátok ezeket a számokat? Igen, igen. 8 évet jársz iskolába, és a hátad közepére nem kívánod. És akkor ebből lett egy 2 év letöltendő, 4 év felfüggesztett. És megyünk másodfokra. Az mikor lesz? Március végén, addig egy picit kipihenem magam valami külföldi országban, remélek egy 1,5 hónapra, és akkor utána majd visszajövök. Most ide taxival jöttél, a jogosítványodat elvették, vagy? A jogosítványomat bevonták korábban, volt egy eltiltásom. Nem adtam le a jogosítványomat, amikor újraindult ez a vizsgálat, és bevonták. És én is felejtettem, hogy bevonták a jogsimat, és a Natival mentem az Aqua World-be, csúszdaparkba, Dunakeszire. És megállított a rendőr. Berkülőnek be van vonva a jogosítvány. Hogy be van vonva? És elfelejtettem, hogy nekem bevonták a jogsimat, nem volt nálam jogosítvány a rendőrségem, meg kinfelejtettem Amerikába, tehát maga ez a kártya. Meg hát én nem tudom, én bárhova mentem, hogyha nem volt nálam irat, akkor is tehát utána tudsz nézni, igen. Mi van. Úgyhogy akkor ez történt, és kaptam egy egyéves letiltást, és most október 27-én lejárt. Tehát elvileg vezethetek, gyakorlatilag is. De annyira kényelmes ez a sofőrös dolog. Hozzászoktál, a jóhoz hozzá lehet szokni, nem? Gondolj bele, tudsz telefonálni, tudsz enni, tudsz inni, nézelődsz, és nulla felelősség van rajtad. Már van taxis haverod? Van taxis haverom, van sofőr haverom. Ez egy 300 000 forintos költség, ha megnézitek. Azta. Maximum. Hát de azért az valakinek sok. Valakinek az a havi fizetése. De rendben van, csak ő átlagos életet akar élni. Egy férfi egyszer csődbe megy az életébe, egyszer azt nyilatkoztad. Az okos egyszer, a buta kétszer. és az jó, hogyha csak csődbe mész, és mondjuk nulláig mész. És te hol jársz most? Mert a padló megfog. Én kétszer mentem csődbe. Tehát akkor magadat butáztad le most? Nem pillanatban? Igen. Nem. Kétszer mentem csődbe. Az én értékem, vagy az én tehetségem az, hogy kétszer ugyanazt a hibát nem követem el. Az elsőnél ott volt egy gazdasági világválság, voltak rossz befektetéseim. A másodiknál pedig egy barátnak hitt szarházinak igazából rábíztam a pénzemet, aki becsapott. Nem adta oda, elvette bármi más. És ilyenkor nincs ebből semmi. Az élet majd őt elrendezi, mi ugye megyünk tovább. A hibás én vagyok. Mert ha te adsz egy jogot a feleségednek, és ő becsap, azért te vagy a hibás. Ezért én voltam hibás, tehát magamat okolom. De kritikus vagy amúgy magaddal? Igen. Az első mindig, hogy magadat kell nézned, hogy te hol követtél el hibát, vagy hol követhettél el hibát, hogy valaki így viszonyul hozzád. Akkor most erre rákötnék. Tehát, hogy te megismerkedtél Mazsival, életed szerelme. Igen. Megszületett most a gyermeketek, aki tényleg gratulálunk. Nagyon szép kislány. Nagyon szép. És
még mindig magadat helyezed előttérbe? Ezek után is? Vagy most már ilyenkor felcserélődik az értékrend? Van egy ilyen egóbeli törés? Nálam, nálam az első Nati, elsőszülött gyermekem, ott tapasztalhattam meg azt, hogy van egy szó a világon, amire biztos, hogy minden jó érzésű férfi elindul, az úgy jelenti, hogy apa. Azt hallom, hogy apa. Nem vagyok fáradt, nincs visszaszólás, majd később hagyjál már, majd holnap, hanem mész, elindulsz, és mész, tehát cselekszel. Igazából ez egy olyan kincs, amit ennél nagyobbat nem kaphatsz. Sokáig próbáltam ezt megérteni, mikor még nem volt gyermekem, aztán nem lehet megérteni. Ez majd akkor, amikor elmész egy buliba, és akkor kiderül, hogy, hogy a csajok SMS-ei helyett a gyermekédet fotóit mutogatod. Úszóversenyét, meg nem tudom miért mutogatod. De mégis tízszer jobb érzés. A tízszer jobb érzés az akkor jobb érzés, hogyha kerek egész a család. Nagyon nehéz az, hogy 10-ből 7 házasságválással végződik. 10 házasságból 7 válással végződik. Ez miért lehet így amúgy szerinted? Mert az emberek ma nem megjavítanak dolgokat, hanem kicserélik. Valami elromlik, kidobod. De most ezt nálatok is lehet hallani, hogy ugye válságban kapcsolatotok, hogy ti is el fogtok válni most, vagy mi lesz? Hát ez egy jó kérdés, de nem tudom, Tipmix még nem játszotta meg, mert ahhoz képest tenni az otcokat. De te szoktál. Ahhoz képest tenni az otcokat. Szóval, hogy nagyon fontos az is, srácok, hogy mit kívántok, mert azt kapjátok. És én az első gyermekem születésén én gyermeket akartam, és nem kaptam egy társat, egy partnert. Hál' Isten, viszonylag időben észrevettük, és sajnos egy mozaik család alakult ki, a sajnost úgy értem, hogy Natika nem tehet róla erről az egészről semmiről. Tehát még nagyobb felelősségünk van férfiként, hogy mikor, kinek és kivel alakítunk családot. Aztán jött Mazsi, és szerelem. De várjunk, annak van egy elősztoria. Ti hogy ismerkedtetek meg? Úgy tudom, 7 évvel előtte már ti találkoztatok egyszer. Igen, igen. Mazsi akkor szépség királynő választáson volt, nem tudom, oda tévedt valahogy, nem tudom. Nem is az a fura, az a fura, hogy ő hogy került. Tényleg, te hogy kerülhetsz oda egy szépség királynő választásra? Hajdú Péter volt. A cinkos társad. A szép, azt hittem. Valószínűleg a Peti nem akar csajozni, mert ott volt neki a kata akkor. Vagy csak óvatos, nem tudom. Szóval, hogy ott voltunk és castingoltunk csajokat. Aztán a Katona Renáta, akkori névem Katona Renáta bekerült a top 12-be, és akkor elmondom, jó lesz ez ilyen kis aranyos, kis szelidőzike. Mondom, Kata, add meg a számát. Hasonlít is rád, mondom, add meg. Ja, azt hittem rá. És akkor megadta a számát, felhívtam, és mondtam, hogy szia, Berki vagyok. És akkor mondtam valami hülye körmondatokat. És mondom, egyébként csak azért hívlak, mert összetudod készíteni a kis izédet. Kis neszeszert, mert akkor holnap megyünk Ciprusra. Így hát, beállítottál egy telefonhívással? Hát ez hogyan lehet másképp? De egyébként akkor férné volt, nem? Nem, akkor nem. Akkor nem, még nem. 19 vagy 21 éves lehetett. Ja, értem. Úgyhogy nem, akkor még... Azt a rohadt. Te voltál akkor 35, vagy mennyi lehettél? Most nem. 11 van köztünk, tehát most csak 41-31 voltam. És akkor mondta, hogy nem. Természetesen ilyenkor van 4-5 opciónk mindig. És hogyha igent mond, akkor vele mentél volna el? Akkor átgondolom. De még az sem biztos. De valószínű, hogy nem egyébként, mert ha vele megyek, akkor teszem alá a lovat, és biztosnak hiszi magát. Hát de lehet, hogy akkor... Én szeretem, hogyha küzdenek egy kicsit értünk. És onnantól lenne egy jó családod, akkor lehet, hogy megérte volna. A Mazsival beszélgettünk erről, és azt mondta, hogy sem az ő lelke, sem az enyém nem ott jártott. Hát meg akkor a Nati nem lenne a tiéd. Igen, az nem ott nem jártott. Nem ugyanaz lett volna. Ő azt mondja, hogy hasonlóan egy lenne a sok közül. Aha. Korábban. Meg minden okkal történik. Egyébként én ebben hiszek, hogy minden okkal történik, és hogy ez is azért történt, hogy nem ment el akkor veled, hogy most végre egy kerek családot alkoshat. Igen, alkoshat. Csak képzeld, hogy azt mondta nekem, hogy nem gondolom azt, hogy ő ugyanott fogja végezni, mint bárki más. De végül is ugyanott végeztem. A hálószobában. És akkor most hogy vége? Úgy tűnik, hogy vége, de meg nincs vége, hát azért nem mondjunk ilyet. Nagyon sokszor gondoltam úgy az elmúlt 9 hónapban, hogy vége. És ez nagyon, nagyon nehéz. Hát ha tiszta a lelked, ha tiszta a szerelmed, a másik iránt érzett érzelmeid, akkor a közbenért sérelmeken, ha nem dolgoztok,
és azt besöprülitek a szőnyeg alá, akkor az később olyan nyomokat hagyhat, amit már nem tudsz kitisztítani, vagy nem tudsz már megmagyarázni. A sárdobálásnak nincs értelme. Ebben a 9 hónapban, amikor a feleségemnek a legboldogabb időszakában kellett volna, hogy legyen, akkor nekem volt egy 3-4 hónapos büntetőfékezésem, procedúra, címlapok sorozatban, börtön, 2,5 év börtön, 7 év börtön. Tehát ezt azért olvasni. Tehát én lehet, hogy helyi menő vagyok, és pontosan tudom, hogy mit csináltam, és mit nem, és lepereg a vállamról. De a bulvárlapokban, az online médiában kellenek a hangzatos szavak, és azért szerintem a Mazsi még nem tartott, hogy ettől mondjuk el tudjon vonatkozni. Őt hozzavarta ez? Nagyon zavarta. És téged érdekelnek ezek a negatív kritikák, vagy ezek a címlapsztorik, amik igazak? A kritika érdekelne, de azt még nem kaptam. Gyalázkodást kapunk, kritikát nem. A negatív szalagcímek kellenek, kattintás számokat hoznak. Csak az emberek, mivel ennyire felületesek, ezért nem olvassák végig a cikket. Hát ez kiderült a Live TV-ben az egyik interjútból, hogy ugye volt a szülés, a livestreames szülés, és ott az Ábel Anita teljesen kiakadt rád, azt mondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, és te szimplán csak megkérdezted azt, hogy megnézted a videót? És azt mondta, hogy nem. Ez hogy esett? Tehát, hogy így alkotott rólad egy úgymond effektíve profi, mert ő profi műsorvezető, véleményt. Nem gondolom profi műsorvezetőnek az Ábel Anitát. Hát te mitől lenne profi? Profi televíziós. Az oké, az rendben van. Ezt aláírom. Nem gondolom profi műsorvezetőnek, hasonlóan outsider, mint én. Uh-huh. Jött a szomszédokban, jöttem az édesedbe, aztán csak beült egy műsorvezetői székbe. Hát azért szerintem, ha téged kivennénk valahonnan, akkor azt észrevennék. Az mondjuk lehet, jó. Mindegy is. Szóval, hogy... Ez jól esett. Én nagyon kedvelem őt a sminkszobában, és ott is kedvelem egyébként, amilyen és ahogy képviseli. Szerintem most ebben a helyzetben valami személyes problémája lehet, tehát valószínűleg nem velem. Ha velem, akkor inkább a pénzmennyiség, amit ezáltal kereshettem, vagy nem tudom mi az, ami nem tetszett neki. Hiszen semmiatt nem mutattam meg, amit korábban valaki nem mutatott meg, és senkit nem adtam el. Adtam egy lehetőséget, hogy 2 népszerű embert, vagy közismert embert láthassanak valós, szerkesztetlen, élő műsorban. Mennyire volt élő? Mennyi volt a csúsztatás? Biztos, hogy volt. Azért sok pletyka volt. És az élőtől az első akadásig az intervallum. 32 000 ember jött egyszerre. De időbe. Nem tudod. Nem tudom, mert nem néztem vissza magamat, nem szoktam. Erre kíváncsi vagyok, hogy itt volt csúsztatás? Volt, igen, hiszen elindult az élő, abban a pillanatban, amikor elindult, és ahogy az első blokkolás volt, hogy nem tudták felhasználni, több mint 200 szerverünk dolgozott, és nem tudta feldolgozni azt, hogy egyszerre 30 000 ember, meg egyszerre 70 000 ember akarta nézni az élő streamet, és percenként 55 000 új felhasználó jött. Aznap este 3 óra alatt az X-Factort 1 054 000 néző nézte meg, minket 3 millió ember. Te gondoltad volna, hogy ennyien nézik? Nem csináltad volna meg. Ne, dehogy nem. Nem hittél benne ennyire? Nem. Tehát a mai számok alapján én azt gondoltam, hogy lesz egy 1 milliós nézettségünk, és egy 100 000-es fizetős. De nem illett. Hál' Isten. A trollokat nem sikerült kiszűrni. Én egyébként belenéztem ebbe az adásba. Én egy ilyen 10-15 percet tudtam nézni. Ez adás volt, az élő műsor. Vagy bocsánat, élő műsorban. Teljesen más. Adás az ezt, tudod. De én belenéztem, és megmondom őszintén, abban a 10 percben, vagy 15 percben én azt gondolom, látok valami érdekeset. De sajnos, hogy nem sajnos, csak azt láttam, hogy félmesztelen vagy egy ilyen takaróba ülsz, és az már érdekes azért. Hát mondjuk neki nem. A 30 pluszos nőknek az már érdekes. És visszatérve erre a live adásra, hogy mi volt az elsődleges cél? Tájékoztatás, pénz vagy polgárpukasztás? Azért szerintem benne van mind a három. Semmilyen polgárpukasztás nincs abban, hogy a feleségedet és magadat megmutatod egy teljesen privát, olyan érzelmi hullámvasúton, ahol egyébként bármi történhet. Tehát azért egy éles helyzetben, a kórházban bármi történhet. A feleségem és a gyermekemben. És ha nehogy Isten történt volna valami, akkor ez hogy ütött volna vissza neked? Nem történt, tudod? Igen, tudom. Berkinek nincs B opciója, mert nem sikerül az A. Aha. Nem számolsz B-vel, soha. És azokkal nincs. A negatív, nem negatív, hanem azokkal a
a teóriák, hogy ez nem élő volt, ez előre fel volt véve, vagy beszűrődött a fény, be volt húzva a függöny, ezek akkor hogy ugye csúsztatott volt, de hogy akkor mennyivel volt csúsztatott az adás? Vagy, hogy... Az első akadás nem 20-30 perc, de ennek majd nézzetek utána. Igazából engem nem érdekel, hogy ki mit mond, hiszen én voltam ott, és én éltem meg ezt az egészet az orvosokkal, a nővérek és mindenki mással. Én értem azt, hogy a szomszéd szobából beszűrődik egy fény, ahol műtenek éppen, tehát én azt értem. Csak akkor miért nem jön oda, miért nem kérdezi meg? Egyébként szerettem volna állójegyeket is adni, csak a Covid miatt nem tudtam. Mit adol, mikor a Pamelával össze akartatok házasodni, vagy azt a napot te nemzeti pihenőnapnak akartad? Igen. Láttad a kérvény, nem? Július 1. Igen. Munkaszüneti nap. Azért ez show műsor volt. Persze, nyilván. Egyetlen egy dolgot elárulok. Azt gondolom, az volt életem legdurvább átverése. Bagi Márti, mint a nemzet reality hőse, ezúttal is csókoltatom, megrendeztünk egy esküvőt a Pamelával. És képzeljétek el, erre nem vagyok büszke, de hogy is mondják, kellett a nézettség, a pénz. Aha. Belekerültem egy mókus kerékbe, ami jó volt, ami csapkodta a hátamat. Hiszen berki voltam a benzinkúton, mindenhol. Uh-huh. És tényleg azt mondom, hogy jöttek a szállóigék tőlem, úgy parkolok, mint Berki, nem lassítok, nem tudom én, nem később. Akinek a brandje akkora, hogy be se kell mutatni. Igen, és azt mondta Bagi Márti, hogy meg kell csinálnunk az esküvőt. És megcsináltuk, és hogy az lesz a csattanó, hogy a Pamela nemet mond. De várj egy picit. Nem szólhattunk senkinek. Jött az ő családja. Nem, igen. És nem tudták, hogy mi fog történni. Nem vicces. Nem vicces. Tehát ezt nem hiszed el, mert rossz helyen is állsz, meg hitetlen vagy. Szerinted ideülök hozzátok, és elmesélek ezt a sztorit, ami nem igaz? Nem, meglepődött. Ne az legyen hihetetlen, nem az legyen hihetetlen számotokra, hogy hasonló, mint egy Kim Kardashian show, vagy egy Győzike show, vagy egy Berki show, az igenis működik megrendezve. De nem igaz. És ez az egy volt, amit most szerintem ennyi év után elárulhatok, csak nem kapok kötbért a TV2-t. De maximum akkor átvesszük. Szóval biztos van az zármére adás. Szóval, hogy de TV-t nem csinálunk, csak online platformot, mert a TV már ugye, az már megy, már mögöttünk van. Szóval, hogy megérkezett a családja, és kimondta a Pamela a nemet. És ott elszakadt. Nála is elszakadt. A családban is elszakadt. Aha. És azért nem beszélgettem anyukájával azóta sem őszintén erről. Aztán. A nagypapájával, vagy a mamájával. Na szerintem ez volt egy olyan tett, ami az egyik oldalról az embertelenségemet előhozza. És akkor ezt meg is bántad? Nem. Nem? Nem. Viszont előhozta a sikeremet. Előhozta a sikeremet, mert azt látták a TV2 vezetése, hogy ez a csávó meg tudja csinálni. Úgy megcsinálja, hogy nem látszik a kamerám sehol. Tehát én azt gondolom, hogy a brandépítés, a reality szereplés, a karakteremnek a tetejét kimaxoltam. Uh-huh. És tényleg ez volt a legdurvább olyan jelenet, ami... Megtisztelsz, hogy elmondtad. Ez nagy szám. Soha sehol nem mondtuk el. És én most, amikor ezeken gondolkodom, akkor én ezért sem akarok színész lenni. Aha. Tehát egy színész, mikor belekerül a sztoriával a szerepébe, az szerintem hat a belsődre és a személyiségedre. Én továbbra is csak olyat vagyok hajlandó forgatni és olyanokkal, amit is szerkesztő, vagy én szerkeztem. Hiszen 2-3 ezer adás után nekem senki nem mondja Magyarországon, hogy mit kell csinálni, mert a számok engem igazolnak, és nem az adott programigazgató. És mi lesz akkor a jövő? Vagy mit tervezel így? Hát majd kövess az oldalmat is. De ha mondjuk szakítanátok, elválnátok a Mazsival, mennyire érintene meg? Mennyire tudnál átlendülni ezen? Az édesanyám, amikor alkoholista volt, és ma nem az, és nagyon büszke vagyok rá, akkor sokáig bántottam.
Sokáig nekem ez megbocsátatlan, felfogadatlan volt. De ma már megértem, hogy valami olyan nagy dolog történt, vagy olyan rossz dolog történt az életében, ami ezt okozta. Viszont, hogy én azt érzékelhettem 9-12 éves koromban, mintha az anyám eldobna. Ne haragudjon meg senki, se édesanyja, se nő tőlem, hogy ezeket használom, de én így érezhetem. Aha. Akkor nekem, én a poklok-poklát jártam meg. Hát ez egy gyerek... Építettél egy falat. Tulajdonképpen, nem? Kínai falhoz nem képes semmi. Aha. Tehát, hogy azt értsétek meg, hogy nektek van hova hazamennetek. Igen. Hál' Istennek. Igen, hál' Isten. És amikor úgy érzed, hogy de hát hova? Vagy miért? Uh-huh. És egyedül vagy. És elkezdi a gyermeki lélek magát okolni. Hogy biztos azért, mert én vagyok rossz. Biztos azért, mert én vagyok kevés. És biztos azért, mert én nem vagyok elég jó. És elkezded az önmarcangolást. Majd belemész abba a sikersztoriba, hogy neked meg kell mutatnod, te MB1-es teszel, és ha nem tudom, mindenki másfelé megy, te akkor is megcsinálod. Szóval ebből kifolyólag nagyon sajnálom az emberi veszteségeket, az emberi csalódásokat, de a partner kapcsolat az egyetlen, amit nem tudsz irányítani, hiába akarod, akár nő, akár férfi, csak együtt tudtok működni, közösen. És ha az egyik fél kiesik, és nem tudjátok visszahozni, akkor én ma már kimondom nektek, az igazság, hogy én bárkit bármikor el tudok engedni. Uh-huh. Tehát képes vagyok rá. De a csalódás, az mindvégig ott lesz bennem. Hiszen én magamat okolom először, hogyha mondjuk nekem a kapcsolatom nem lenne sikeres a mazsival. Akkor én magamat okolnám, és csak utána a mazsit. Nálam nincsen, hogy a te hibád. Aha. Olyan van, hogy hol hibáztam én, hol hibáztál te, és hol hibáztunk együtt. Szerintem egyébként most, szerintem kellett a kapcsolatnak ez. Uh-huh. Tehát én szerintem kellenek a mélységek. Az biztos furcsa átlag embereknek, hogy én ezt a Hot magazinnak mondjuk le is nyilatkozom. Mert nem akarok hazudni. Persze. Mindenki hazudik, mindenki púderezi a saját kapcsolatát. Nem akarom. Aha. Ez itt már tartunk. Egy... Pontosan azért, mert lehet, hogyha majd valaki ebből mondjuk erőt merít. Nézd meg, ők is bajba voltak. De megoldották. A nagy Berkék is bajba voltak. Pedig van pénz, van minden, van csillogás, van minden. De nem a sárga csekkért küzdünk minden hónapra. Egyébként, amikor valós dolgokért küzdesz, akkor minden működik. Akkor el tudsz kezdeni gondolkodni, kicsit jobban élsz, kicsit úgy gondolod, hogy megtesz dolgokat, na akkor szokott néha és mit teszel meg most akkor? Ezek szerint akkor... Van válság, de mit tesztek meg? Van válság. Én például, Mazsi és én is járunk pszichológushoz, életvezető pszichológushoz, és mit teszünk meg? Nem hibáztatjuk a másikat. Uh-huh. Megpróbáltunk egy új tiszta lapot indítani. Mint azt ha most kezdenétek el újra randizni? Nem lehet ilyet. Ilyen nincs. Olyan van, hogy a korábbi sérelmeket nem hozott fel. Ez működhet. De akkor elnyomod magadban, nem? Nem nyomod el, hiszen közben vitatkoztál, veszekedtél. Tehát ez előjött. Tehát van egy megéled a rossz pillanatokat, veszekszel, és ott vagy eltemetted, és külön mentek, vagy újra visszahozzátok. Én azt gondolom most, hogy mi visszahoztuk, nagyon nagy szeretetben élünk újra, odafigyelésben, és rohadt jó így hazamenni. Megmondom nektek, hogy nagyon jó érzés azt látni, hogy ma éneket kaptam, szeretlek, óvatosan kicsim, kibaszottul szeretlek és hiányzom. Úgyhogy, és ezt rég akarlak és akarom, hogy te és én örök egyek legyünk. És közben a gyerekemről küldött képeket, mert nagyon aranyos. Úgyhogy, és ez 4 év után, ez jó érzés. És jó érzés, ahogy mondja, ahogy írja, mert mondhatnál, hogy cukisága, mert kibaszottul szeret. Mert én most érzem, hogy kibaszottul szeret. Aha. Neked ez a legfontosabb. Én aki... Nézzed meg a Denzel Washingtonos filmet, amikor fiával beszél. Uh-huh. És mond egy érdekes dolgot, hogy nem kötelességem téged szeretni. A kötelességem csak az, hogy felneveljelek. Kaját adjak, fekhelyet adjak, lakat, ez ennyi. Akkor megértettem azt, hogy nekem, Natinak nem kötelesség engem szeretni. De tisztelnie kell az édesapját, és el kell fogadnia meg nekem is a gyermekemet. De mégis erre a szeretetre vágyik mindnyájunk, hogy szeressék. Igen.
de az nem feladat a másiknak. Úgyhogy én nagyon, nagyon szeretném, ha szeretnének. Én nagyon tudok szeretni. Uh-huh. Nagyon tudok óvni, vigyázni és bújni, nagyon bújos vagyok. De ha olyan van, és jön a csat, jön a fal, akkor viszlát, orevá, tomorrow. Tökéletes záró mondat volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. És tényleg azt szeretnénk, hogy minden a legjobban alakuljon veled kapcsolatban. Meglepően más személyiség volt ez a Berki Krisztián. Szeretném eljönni hozzátok, mert tehetségesek vagytok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Beszélgessetek a Mazsival egyet, mert a Mazsi és az én adásomból ki fog derülni, hogy mennyire igaz a mi szerelmünk. Jó. Fel is hívod. Melyik az én kamerám? Ha, élő adásban. Na most kiderül fel. Mi van? Mi van? Kicsikém, élő adásban meghívnak a srácok, oda mutatom a feleségemet, a Roliék meghívnak. Szia! Jó, meghívnak, és abba az az én kamerám, hopp, na végre, hogy figyelsz, oda légy szíves, mondd el, hogy elfogadod el a meghívást. Elfogadhatod. Király! Köszönjük szépen! Köszönjük. Hát akkor mindenkinek megvan. Rendben. Ha tudnátok az Anikát, minden egyébként volt, akkor az volna. Ha tudnám ki az Anikát. Szia kicsim, puszítozik. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Megtisztelő volt. Boldog, és minden jót. Boldog új évet, kellemes húst. 2022. Köszönjük szépen. Köszönjük kellemes húsvét ünnepeket. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, és kellemes. Köszönjük szépen. Boldog új évet. Remélem karácsony után megy le ez az egész, mert a karácsonyt felejtsétek el. Összevesztek, jön a fa, nem jön a fa, viszít, és nem ajándék. Ráadásul bicikli utak is vannak. Az ajándékot meg úgyis én hozom. A legjobb nézettségű műsorokat. Köszönjük. Ciao.